Hogy nézem, a humorérzéket nem nagyon veszítette el, már a bevonuláskor is szekálta egy picit körbe Vincent, és úgy néz ki, hogy még mindig nem állt le vele. Jó, te... ez kell ez. Persze, hogyne. Akár csak Damon Hetának a délutáni bevonulása. Az mi volt? Pont nem láttam. Most éppen ez a német nemzeti színekben ez a idióta fejfedő, tudod, ami ilyen szanaszéjjel megy minden irányba. Igen. És kongázott egy adagot. Nem jut eszembe, valaki segítse már, könyörgöm, nem jut eszembe annak a számnak a címe, amire bevonult, mert tudom, hogy ismerem, de se az előadó, se a cím nincsen meg, valamilyen ilyen diszkó vagy tudsz zene, amiben konga aláfestés is van. Szerintem megkapjuk a választ. Szerintem is valaki fog majd tudni segíteni nekem. No, ellenfél az a portugál José de Sousa, aki egyébként szintén mindig kapható egy kis viccelődésre. Nyilván. És ugye ő már nyert itt egyszer egy döntőben, amikor megverte Michael van Gervent. Bizony, úgyhogy de Sousának a European Darts Grand Prix az mindenképpen kellemes emlékeket jelent. Az, hogy Nathan Espinel ellen mennyire lesznek kellemesek az újabb emlékei, azt egyelőre nem tudom megmondani. Az biztos, hogy az eddigiek, azok felemásra sikeredtek. Az első öt egymás elleni mérkőzésükön nem tudott nyerni Espinel, és nem véletlen a megfogalmazás, mert nem kapott ki minden egyes alkalommal az angol, volt közte egyetlen egy darab döntetlen, még a 2021-es Premier League-ben. Viszont az azt követő négy mérkőzésen zsinórban csak az angol tudott nyerni, ezek kivétel nélkül Players Championship fordulókon történtek, és egyébként volt nekik összeakadásuk European Tour keretein belül is. Jó szívvel emlékeztetünk a 2021-es Hungarian Darts Trophy-ra, a legjobb 16 között de Sousa 6-2 arányban tudott akkor nyerni. Meg volt ilyen Premier League elődöntőjük is, olyan jól emlékszem. Volt, így van, azt is de Sousa tudta megnyerni 10-9 arányban, de még az is 2021-ben volt. Utoljára egyébként tavaly áprilisban akadtak össze hivatalos mérkőzésen, itt pedig nem jön össze a 121-es kiszálló Espinelnek. De Sousának 138 lett volna a feladat, de az már neki sem lesz, meg kerekíteni tud esetleg 40-re. 58 mindössze. És akkor Espinel saját kezdéssel kipipálhatja az első leget. Na, hol az a pipa? Ott. 1-0. Egy Espinel most kezd ezen a versenyen, de Sousa. Köszönöm szépen, tudtam, Krakkai Tibi megmentett. Igen? Safri Duo. Safri Duónak a pillanat, még egyszer, a Played Alive című dala volt az, amire bevonult. Pedig az nem a te zenei világod. Hát nagyon nem, azért nem tudtam az előadót. Felismertem, de nem tudtam az előadót meg a címét, úgyhogy Tibi, köszi szépen nem a segítséget. Semmi. Vannak ilyen zenei lángészek a nézők között, meg nem mondtam volna. Jó, hát megfelelő műfajban én is lángész vagyok, tudod, tehát amíg nem Wagner operát adnak, addig mindent felismerek, úgyhogy. Na jó, mindent nem. Visszatérve ezt Sousára, egy eléggé hektikus meccset hívott tegnap, ugye Nico Kurccal, és végül hát tényleg véres verítékkel, de hozta 6-5-tel. Az a teljesítmény az itt biztos, hogy nem elég. Hát az tuti fix. Nathan Espinel más kávéház, mint Nico Kurcz. Függetlenül attól, hogy természetesen a német is nagyon jó játékerőt képvisel, de azért egy... Az elmúlt időszakban Premier League-ben edződő Nathan Espinel ellen mindenképpen sokkal, de sokkal többre lesz szükség. Százas. Eddig de jó, 89 ilyen, maradt. Ilyen verseny van, akkor a nagypapákat is mennyi marhaságra rá lehet venni? Bizonyán. És de Sousát is rá lehet venni arra, hogy 177-tel kerekítsen 32-re, kivételesen jól számolt. Na és jön a válasz. 180! És a nagypapa hordtombol! Hát persze! Hát nem igaza van. Igen, messze még a nyugdíjas ház. Bizonyán, ott pedig megvan a kiszálló. No! Egy-egy. Nem állunk eddig rosszul, bármit csak két leg ment le, de hogyha ilyen 107-106 környékén maradnak az átlagok, mint ahogy jelenleg állunk, akkor nem leszünk elégedetlenek ezzel hát, a találkozóval. A bugócsiga úgy pörögnek, szépen gyorsan, határozottan zajlik a mérkőzés. Thirty-six. 36.
És addig, kitaláltam amíg... egyébként, hogy a gyereknek rossz lesz a bizonyítvány, akkor megnézzetek vele egy Mendel-Lawrence mérkőzés, ötször egymás után. Na, kegyetlen? Savi, tehát ennyire rossz bizonyítvány nem létezik. Tehát ilyen rosszul gyerek nem tanulhat, hogy Mendel-Lawrence meccset kelljen neki nézni. Rájöttem egyébként, hogy te nagyon kegyetlen ember vagy, hogyha az akarsz lenni. Igen. Bálint, tanulj jól, kérlek, könyörgöm. Saját érdekedben mondom, tanulj jól. No, és ha már egyébként a diákokról, illetve hát az utánpótlásról van szó, akkor gyorsan ide kötnék egy heti hírt. Ugyanis nagyon komoly megmérettetések előtt állnak a magyar utánpótlás játékosok. Június hónapban Magyarországon, egészen pontosan Balatonlellé rendeznek majd egy International Youth Challenge megmérettetést, illetve júliusban Bécsben fogják megrendezni az idei VDF ifjúsági Európa bajnokságot, és Kovács István barátom, a Magyar Dárt Szövetség, illetve a Magyar Utánpótlás válogatott szövetségi kapitánya kihirdette a keretet, úgyhogy szívből gratulálok a lányok esetében Sipos Dorinának, Turai Krisztinának, illetve a tartalékként megnevezett Rábaközi Hannának, még a fiúknál Borbé András, Kovács Ámos, Pap Rajmund és Szoták Balázs lett a keret tagja, illetve tartalékként Baranyi Zsombor lett még megjelölve, illetve hát a fiúk esetében még mindenképpen szeretnék kitérni Balogh Dávidra, aki most a Steel válogatottba nem tudott bekerülni, viszont a soft szakági válogatottban ott van. Úgyhogy fiatalok, gratulálok, nagyon sok sikert, jó játékot kívánok mindannyiótoknak, jó felkészülést, tiétek a jövő, iszonyatosan büszkék vagyunk rátok, és hát természetesen hajrá, Magyar Darts! Hajrá! Többen játszanak különben, mint az elmúlt 10 évvel ezelőtt? Az az igazság... Érezhető ez valamennyire? Valamennyire érezhető. Várjuk meg a kiszállót, és akkor rámegyünk erre a témára. Dupla négy. Igen, még babrál vele egy keveset Espinel. Nincs meg. Hát akkor várjuk meg Szózát is. Így van. Akkor most már legyünk politikailag korrektek. Búgy alá. Szóz meg mellé. Na akkor dupla kettő. Mi ráérünk? Figyelj, tegnap 11:30-kor álltunk fel innen székből, úgyhogy... Négy és fél órás etap volt. Azért már veszélyességi pótlék járna egyébként. Hát, főleg amerre én megyek hazafelé. Pláne. Na mi van? Hát mi van? 24 nyíl Espinelnél. Ezt a vikingek sem hiszik el. Nem emlékszem arra, hogy Vörös Erikéknek lett volna okos telefonjuk, de változnak az idők. Bizony. Hát ez kész. Ha valaki esetleg megnyerni ezt a leget, mert... Pont ezt akartam mondani, és szerintem Daniela bedobná előbb. Én játszottam egyébként Daniela ellen tétmérkőzést. Magyar Dárciga versenyen, Hódmezővásárhelyen, Szegeden, Tóth Komlósol még a régi-régi időkben. Uh-huh. Ezzel természetesen... Bingo! Csak meg, ez ugye természetesen azt jelenti, hogy amikor én még nem voltam annyira öreg, mint most, illetve amikor Daniela még nem volt annyira tapasztalt, mint most, úgyhogy... 180! Na, tehát az előző kérdésedre visszatérve, természetesen azért a darts közvetítések rengeteget hozzátesznek a sportág népszerűségéhez, és ez látszódik. Ha nem is feltétlenül a nemzeti bajnokságban, meg hogy hány tagszervezete lett azóta a Magyar Darts Szövetségnek, illetve hogy hányan váltanak ki versenyengedélyt. Na... Hú, az ki fog pattani, nem? Váltás 19-re. Az meg jó, 177. Na, akkor most egy pillanatra megállunk, mert események zajlanak éppen a táblánál. És pont Szóza. Hát ki más, ő már dobott egyszer. Aki már felavatott minket egy 9 nyilassal. Amit majdnem átaludtatok, azért azt ne felejtsük el. Legyünk önkritikusak. Aha, első meccs volt egyébként azon a tornán, de semmi baj. Nincs meg. No. Mint a Szóza erre emlékeztetett volna bennünket. No, akkor adok én nektek még egy 9 nyilas. Na, akkor erről ennyit. Na, szóval, ha a nemzeti bajnoki
indulói létszámot tekintve nem is 171 közben Espinel-től. Akkor sem megvárom a kiszállót is, nem hagynak beszélni. Dupla 20, dupla 10, ez az előbb nem ment, most igen. 12 nyilas játék, de mondjuk amatőr versenyeken, ugye volt a PDC Hungarian Fan Club és a Darts Event szervezésében egy nagy amatőr verseny április első hétvégéjén, több mint 600 indulóval, azért az egy nagyon markány szám. De nyilván... az a kérdés ugye, hogy közülük hányan vállalják azt, hogy igen, belefetszölnek annyi napot, órát, szenvedést, remondást. Ez már ilyen szempontból egyéni döntés, tehát azért azt látni kell, hogy itt a profi darts esetében ugye nem véletlen, itt a játékosokkal van leszerződve a PDC, tehát nekik, a PDC-nek nincsen köze nemzeti sportszövetségekhez, sportági szakszövetségekhez, ők a játékosokkal állnak direkt szerződéses kapcsolatban. Tehát a Magyar Darts Szövetség ilyen szempontból csak annyit tud tenni, hogy megteremt egy olyan versenyrendszert, egy olyan versenyzési lehetőséget, ami alapján a játékos el tudja dönteni, hogy most akkor én így akarom csinálni, vagy úgy akarom csinálni. Tehát ennél többet egy sportági szakszövetség a játékosért nem tud tenni. Az, hogy ideáig eljusson, ahhoz már kell a játékos. A játékosnak kell meghozni a döntést, hogy én ezt akarom csinálni, bizonyos dolgokról lemondok, más dolgokat helyette előtérbe helyezek, belefetszölöm a munkát, esetleg ha eredményt érek el, akkor talán tudok szponzort is találni magamnak. Ez egy nagyon-nagyon hosszú és kinkeserves folyamat, és egy dupla 8-al Espinel közben vezethetett volna 3-2-re, de még vissza fog térni, hiszen De Souza nincsen kiszálló. És hát ez az a hosszú és kinkeserves folyamat, amin egyelőre nagyon-nagyon sokan elindultak, megpróbálkoztak vele, aztán elvéreztek rajta. Igen, az olyan, mint egy El Camino a Dartsban, tehát végig kell menni, azon az úton nincs mese. Főleg közép-kelet-európában, miközben Espinel megoldja két nyílból a dupla 4-et. Úgyhogy nem egyszerű művelet. Nagyon, nagyon komoly munkamorál, nagyon komoly lemondás kell hozzá. 180! A második Souzától. Igen, de ugye meg látunk arra is szép példákat, hogy valaki 18 évesen úgy játszik, mint Mandy Lawrence, vagy Gavlas, vagy Josh Rock 20-21 évesen. Na jó, de... tehát, oké. Okay. Akik valószínűleg nem óvodás korukban kezdtek el dartsozni, bárki tudja. Szóval ha a tehetség, a szorgalom és az alázat megvan, mondjuk ez a hármas kombó, akkor pár év alatt szinte csodákat lehet tenni, nem? Jó, akkor a szorgalomról, alázatról, munkamoráról kellene egy kicsit többet beszélgetni itthon Magyarországon, és akkor nem itt tartanánk. Ugye örök példa, délután is ezzel kapcsolatban volt okfejtésem, nem tudom, hogy hány embert sértettem meg vele, biztos, hogy nagyon sokat. Lehet velem vitatkozni, csak mindenkit arra kérek, hogyha vitatkozni akar velem, hogy észérveket ne felejtsen elhozni magával, és akkor majd lesz alapunk arra, hogy érdemi vitát folytassunk ezekről a dolgokról. 180! Neki is megvan a második maximumja. Ugye az elején, hát eléggé sokat dekkoltak ott a dupláknál, ezért a kiszállózásuk nem valami jó, viszont a tömegelés az 95-ös mind a kettejüknél. És akkor a dupla 16, dupla 8, a 4-2-ért. Egyelőre nincs meg. A tábla azon része valahogy, hogy nem akar működni. Megvan. Igen. A tripla 20, 10-es, dupla 20. És most se dobja meg, és megint lejti, mint az előbb. Espinel, dupla 8. A 4-2-ért. Megvan. És azért jön egy kis üvöltés Espineltől, nem nagy, de azért egy jelzés értékű, hogy ezt most megcsinálta. 22-ből jött össze az a 4. Ez mindig csak 18%. Ugyanott áll, de Souza egyébként 11 kísérlet, két jó kiszálló. Remekül kezdi a leget, a rutinos portugál 140-nel. Ott a tripla, még egy. 180! Pazarlegnek néz ki. Százas, de Souza.
mivel hátsó pályán van, ez természetesen kevés. Kiszállón van már az angol. Parádés! Gyönyörű 149-es kerekítéssel. Egy lehetséges 10 nyilas vár itt most ránk. Igen, csak a dupla 16 az vacakolt vele eddig. Most megvan elsőre. No, megvan a 10 nyilas, viszont az utóbbi időszakban, hogyha valaki 10 nyilas leget jegyzett egy mérkőzésen, akkor rendre elveszítette az adott mérkőzést. Úgyhogy én azért még Espinel helyében nem lennék azért annyira nyugodt. Innen? 5-2-ről? Még akár innen is el lehet ezt a meccset veszíteni, már csak azért is, mert De Souza sem játszik rosszul. Nem játszik rosszul, de ha innen ezt Espinel veszítének, ezek itt fogózni neked. Jó, hát figyelj, az utolsó forduló előtt mindenki tutira vette, hogy a Borussia Dortmund bajnok lesz, aztán azóta tudjuk, hogy mi történt. Nem. Münchenben nem például. Ja, hát München, München, ugyan meg. Lejtette a nyilát, és utána megint lejtette, de már a táblába. Íme az átlagok, Espinel most azért, ebben is nagyon komoly. Azért ez a 125 fölötti 180, sőt most már 128 feletti első 9 nyilas, azért az nagyon masszív. 103,3 jelenleg az átlag. 180! Éledezik, de Souza is. Ő is ostromolja a 100-as álomhatárt. Igen, hát egyértelmű Espinel minden egyes megmozdulása, be akarja fejezni ezt a meccset gyorsan. Itt most ez a szektoriban nem sokat segített rajta. Na nézzük, hogy De Souza 121-nél megdobja a 25-öt, tripla 20. Nincsen meg, még dupla 18-al, na, szinte borítékolni mertem volna, hogy azzal fog lekerekíteni 40-re. Hát a szimpla is belefért volna ebben a helyzetben, bár nem tudom, nem biztos. Hát nem figyelj, biztos. Onnantól kezdve, hogy nem dobtad meg a kiszállót, igazából már a te döntésed saját magad tudod meghatározni, hogy most megreckírozod-e azt, hogy egy duplával esetleg kerekítesz, és adott esetben kidobsz a táblából. Dupla 20 most megy. Ez most bejött. 5-3. De ugye saját kezdéssel, ahhoz, hogy nyerjen, kétszer le kell brékelni ezt. Igen, és a 25%-os kiszállózásnál mindenképpen erőteljesebbre lenne szükség, bár azért hozzá kell tennem, hogy Nathan Espinelnek a 22%-os duplázása sem éppen egy világverő történet. Ez jó, ezt ismerjük nála. És nem dobja be végül, csak egy egyes. Pedig ez már a közönségnek ment ám a harmadik. Nagyon karcsú Souza, ami nem ő, hanem a kezdése. Itt azért úgy tűnik, hogy a közönséggel egy picit aktívabb a kommunikáció, mint a délután folyamán. Igen, igen. És a, jobbak a párosítások és jobb meg egyébként a publikum is aktívabb, igen, egy picivel. Igen, igen. Én nem mondanám azért, hogy kirúgták a ház oldalfalát ezzel a szurkolással, de alakulgat, alakulgat. De majd lesz egy német házi meccs. Mint ott a Schindler-Clemens találkozón, ami ott vár ránk. Legalábbis bízom benne, hogy vár ránk. Az még ember időpontban van, 21 óra 30 perckor jön a két német. Figyelj, tudod nagyon jó, hogy minden relatív van, akinek a hajnali 2 óra az ember időpont. Az éjjeli őrnek például. Például. Nekem is volt egyébként olyan, amikor hajnali 3-kor mentem ebbe vásárolni az éjjel-nappaliba. Komolyan, nem tudom. Jó nagy tömeg lehetett. Nem tudom, figyelj, nem tudtam aludni, felkeltem, akkor elintézem a bevásárlást. Aztán hazamentem, visszafeküdtem, aludtam, reggel felkeltem, mentem dolgozni, ennyi kész. Igen. Nincs ebben semmi extra. Na nézzük, 68-ra jön-e a tripla 20, nem jön, 92-re marad így a 48 pont. De mindjárt sarkon fordulhat Espinel, és befejezheti a mérkőzést. Bizony, és De Souzának kellene legalább egy tripla, hogy kiszállnón legyen. Erre rámegy a búra. Ezt ha megmagyarázza nekem ő valaki. Ő sem érti, nem érti. Tripla 19, na az megvan, 102-vel marad a 148. Hát kihúzta magát a csávából pár pillanatig. Esélyt hagyott magának, de nem hiszem, hogy lesz rá sansza. Meccs nyíl, 2 is. Dupla 8. És igen, az már ott is van. Ja, nem kell pogóznom, 6-3.
101,29-es átlaggal ki is írják nekünk, 95,70 de Szózánát. A kiszállózáson lesz mit javítani, Eszfinelnek 24%-os volt a hatékonysága, de Szózának 25%-os mind a kettejük részéről, azért hagyott maga után kívánivalót, de az angol ott van, kiemeltként a legjobb 16 között, mi pedig egy angol házi meccsel, Luke Humphries-zal, az első kiemeltel, és a Premier League idei résztvevőivel, Chris Dobby-val folytatjuk.